Sziasztok! Sziasztok! Múlt héten megkapargattuk a 802.11 AD szabvány felszínét, most hoztunk nektek néhány Ubiquiti és néhány Mikrotik eszközt, melyek ezt a szabványt használják. Kezdjünk is bele! Peti, van előtted egy Ubiquiti eszköz, mondjál róla pár szót, mit kell róla tudni nagy vonalakban. Oh, ja, itt. Ez olyan kicsi, ez a legkisebb Ubiquiti 60 GHz és 5 GHz -es eszköz egyben, Gigabima neve egyébként, és több mint 1 gigabit per szekundumot is képes ö, átengedni magán 60 ghz tartományban. Ugye a 80211 AD szabványt használja, beállítása iszonyatosan egyszerű, ha valaki állított már be es eszközt, akkor ezt fogalmazunk úgy, hogy még egyszerűbb ennek a beállítása. Ugye a beépített beamforming rendelkezik, tehát ő maga mondja meg 60 GHz-et, hogy merre felé forgasd az antennát, tehát nagymértékben segíti a beállítást de ugye ennél is, mint az összes többi eszköznél nagyon figyelni kell ugye a kicsi nyílesszög miatt, hogy megfelelően rögzítsétek az antennát, és jó irányba állítsátok, ezt ugye segíti is a rajta lévő kis vízmérték. Nézzük a következő eszközt, ami szintén elbújt, megjelenési időrendi sorrendben a mikrotikeknél a következő eszköz a VAP60, ez szintén egy beamforminges eszköz, beállítása egyszerű, aki már használt mikrotiket, winboxba ugyanúgy be lehet állítani, 1 gigabit per szekundumos kapcsolatra is képes, értem szerint gigabites portal rendelkezik, és megvásárolható akár kitben is, amikor össze van rendelve a két pár, tehát csak felrakjátok, és ugyanúgy működik. Néhány technikai paraméter róla, 60 fokos nyílászlója van az antennának, 15-20 fokos nyalábokkal dolgozik, tehát 15-20 fokos nyalábokra osztja ezt föl, így keresi meg az ellenoldalát, mind visszintesen, mind függőlegesen. 200 méter hatótávra ajánlja a Mikrotik, tehát ha kettő ilyet teszünk szembe egymással, akkor 200 méter a maximum, amit jó biztonsággal tud nekünk biztosítani, és ahogy Peti mondta, gigabit full duplex átvitelt várhatunk el tőle. Na de mi van, hogy ha nekünk ez a 200 méter kevés, akkor tudunk egy nagyobb eszközt választani a Mikrotik termék kínálatából, akkor az LHG60 lesz a mi eszközünk, rádiós tekintetben beépített antenna sugárzó tekintetben ugyanaz, mint a VAP, amit az előbb néztünk, annyi, hogy egy parabola formájú reflektorrás található a hátulján. Ezzel már 1500 métert garantál nekünk a Mikrotik. Ugyanúgy, ha van rálátásunk. Ha van rálátásunk, ugyanúgy gigabites átviteli sebesség mellett. Van ennek egy light verziója, ami processzorban kicsit gyengébb, mint ez a nagy testvér, és csak 100 megabites portja van, tehát értem itt csak 100 megabitet várhatunk el tőle. Cserében olcsóbb, kisebb energiafogyasztású a processzornak köszönhetően. Maga az antennak szélterhelése is egész jó, hogy a rácsokon át tud fújni a szél, illetve kapható hozzá még precíziós beállítókonzol is, amivel még egyszerűbb beállítani magát az eszközt. És azért van szükségünk a precíziós tartóra, mert a parabola reflektor miatt ennek a rádiónak három fokos a nyílásszöge, a teljes, és kisebb, mint egy fok szélességű nyalábokkal dolgozik, tehát itt jól el kell találnunk az ellenoldalt vele. Főleg ilyen 1000-1500 méteren azért ez már kihívás lenne, főleg egy ilyen egyszerűbb műanyag felfogató konzollal. És ha már irányba állítás, Peti, találtam a dobozban egy ilyen távcsövet. Mesélsz róla, hogy ez mire jó? Hát ez a mikrotiknek az egyedi alignment ha így fogalmazhatnánk, és ha ráteszük az eszközre, akkor segíti az ilyen iránybeállítást, hogy megadott irányba nézzen, de igazából szabad szemmel is, hogy ki már telepített néhány eszközt, az be tudja állítani, de az első néhány eszköznél azért hasznos tud lenni. Hiszen a beamforming segíti a beállítást is, tehát nem kell nekünk azért tized fokra beállítani, hanem föltesszük nagyjából, és rábízzuk magunkat a beamformingra, hogy ő utána kalibrálja. És utána Azt. majd finom hangoljuk? Nézzük a következő MikroTik 60 gigás eszközt, az pedig a Cube 60 lesz. Kicsi kompakt eszköz, nem olyan nagy, mint az LHG, viszont 800 méter távolságot ígér nekünk a gyártó pont-pont kapcsolatban, tehát kettő ilyet szembeforgatva. Gigabites portja van, van belőle light verzió, aminek csak 100 megás portja van, és AFPO, és ez is, mint az összes többi 60 GHz-es MikroTik eszköz. Maradva a pont-pont vonalon, már csak egy termékünk maradt hátra a MikroTik kínálatából, ez pedig az n -ray. Itt megint nőttünk egy kicsit nagyobbat. Kapacitásra azt mondják, hogy olyan, mint az LHG, viszont sokkal kisebb a mérete. A gyártó azt mondta, hogy az ilyen havas területekre lett kitalálva, mert az LHG antennája és a... Ez fejtartó lábak közé a hó és a jégbe tud ülni, el tudja rontani az adatátviteli paramétereinket. Ez meg ugye egy zárt dobozban található. Kisebb a mérete, a szélnek is talán jobban ellen tud állni. Ugyanúgy gigabitet várhatunk el tőle, ugyanúgy 1500 méter a maximum távolság. Ez volt a legfrissebb termék, ami kijött a MikroTik kínálatában a 60 GHz-es vonalon. És eddig pont-pontról beszéltünk, de azért van multipont lehetőség is. Persze Magyarországon ez törvényének még nem engedélyezett, de már nagyon várjuk, hogy az LMHH kiadja azt a nyilatkozatot, hogy használhatjuk a 60 GHz-et multipont felhasználásra. Kettő multipont AP-t, vagy multipont bázisállomást gyárt nekünk a MikroTik. Mindegyik a WAP-nak a házába került bele. Az egyiket WAP60AP-nak hívják, a különbség a sima vap 60 hoz annyi, hogy level 4-es van rajta, hogy több klienssel egy időben tudjon kommunikálni. Szám szerint maximum 8-al, ez szoftveres korlát. Ugyanaz a 60 fokos nyílásszögű antenna van benne, beamforming, és mindig az adott kliens felé húzza el a sugár, kisugárzott nyalábot, akivel éppen kommunikál. Ha kevés nekünk ez a 60 fok nyílásszög, akkor van a VAP60GX3 típusjelű, ránézésre teljesen ugyanaz, a kis 60 fokos array antennából elforgatva még egyet-egyet kitettek a szélére, és így kiad egy 180 fokos lefedettséget. Itt a binforming nem csak a nyalábot állítgatja, hanem azt is nézi, hogy melyik antenna patch felé kell hmm. ö, éppen ö, kisugározni az energiát. De itt azért, hogyha multipontos ápét használunk, azért ne várjunk 1500 métert mondjuk egy ilyen eszközzel, egy réjjel. ott azért felezzük le olyan 800 méteres távolságokról beszélhetünk. Így is van, számszerűsítve pontosan a gyártó weboldalából puskázva, 800 métert tudunk az NRA-jel és az LHG-val megvalósítani, hogy ők a kliensek, a kicsi Cube pedig 500 métert tud multipont környezetben. Ebben a részben ezeket az eszközöket hoztuk el nektek, értelmszerűen a piacon ennél sokkal több megtalálható. Készülünk nektek majd egy Cambium Networks-ös 60 GHz-es videóval is, várjuk az eszközöket, hogy mi is a saját kezünkben megfoghassuk őket és kipróbálhassuk. Ugye az már az AY szabvány szerint fog működni, úgyhogy ott akkor kicsit majd nem beszélünk az AY szabványról is. Ezzel nem sokára jelentkezünk. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesítést kapjatok a friss megjelenésekről. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!